Na, itt is vagyunk. Dávid, megérkeztünk a Paksi Atomenergetikai Múzeumba. Hova? Hát a Paksi Atomenergetikai Múzeumba. Jöttünk megnézni a Paksi Atomenergetikai Múzeumot egy Danikával. Paks, Magyarország egyik legjobban védett területe. Egy múzeum, ahova csak komoly emberek járnak, mint én is. Egy atomcickány. Paks múltja részletesen. Mutatjuk. Gyere, segíts. Két megabájt. Mutatom az arányokat, tehát majdnem akkora ez a kettő, mint az egész gyerek. Akár hiszed, akár nem, de ez egy USB port. Nem hitted volna, mi? Na és te voltál már olyan múzeumban, ahol bármit megvirizgálhattál? Brüm. Júj. Szeretném megmutatni nektek egy kőkorszaki laptopot és a touchpadját. Ez egy touchpad. Na jó, nem, de amúgy azért, mert érintőképen. Felpróbálhatod a cuccokat! Danival nem is haboztunk sokat, így rögtön beöltöztünk ilyen nagyon szexi atommechanikus szuper mega giga rucigöba. Ez az a 180 kg-os csavar, amit ezzel a szerkezettel csavartak be, méghozzá 60 darabot. Szóval ez egy ilyen egész napos munka lehetett anno. Nem lettem volna a helyükbe. De attól még most jól megcsavargattuk Danikával a dolgokat. Annyira nem tudnék amúgy kiigazolni. Régi science fictionökbe használt számítógép. És most pedig elérkeztünk a múzeumnak azon részére, ahol látványos kísérleteket fogunk megtekinteni. Ezek milyen kísérletek? Ezek olyan fizika kísérletek lesznek, amelyeket akár általános iskolában is be lehetne mutatni, ha lennének megfelelő eszközök. Fogunk egy papírlapot, ráteszik az üvegre, megfordítjuk, és hát ha minden jól megy, akkor a papír az alatt marad. A levegő nyomása tartja oda. Ez lyukacsos, azért elég jól lehet látni. Ezt rátesszük, és akkor a víz biztosan átfolyik rajta. Eddig nem folyt át. Ennek az az oka, hogy nem csak a levegő nyomása játszik szerepet, hanem az is, hogy a víz részecskék egymáshoz, illetve a különböző edényekhez, különböző anyagokhoz hogyan ragaszkodnak. És elvetted a rajzszíget, és ezért nem tudtam megmutatni az előző részt. És akkor durvulhatunk egy kicsit, nézzük meg, hogy a saltreszelőn átfolyik-e. Nem áll. Mert a saltreszelő sem folyik át. Nem áll. Hát az uborka reszelőn azért már minden bizonnyal át fog folyni. Ez már nekem van. Sok, ez már nagyon sok nekem. De akkor a több gyalog azon már tuti. Valami belett téve az egész elején. Az. A vízbe. Ez varázsa. Nem, ez víz volt, megkóstolod? Nem. De tényleg sem a víz. A víz részecskék akkor erőt fejtenek ki a kis peremekbe, hogy megtartják az üvegben lévő vizet. Rufi, lehűtünk folyékony nitrogénnel. Hát a folyékony nitrogénről azt kell tudni, hogy nagyjából mínusz 200 Celsius fokos. És akkor, hogyha lehűtjük a lufit meg a benne lévő levegőt, akkor azt gondolom, hogy elég jól lehet látni, hogy mi fog történni. Ne nyújj vele, légy szíves, csak felépeheted a kezed. És majd mindjárt a lufitod adod neked, megnézheted, hogy mi történik vele. Jó, tehát ugye, ha lehűtjük a lufit, akkor az történik, hogy ez elég jól összement, és akkor most adom neked, nézd meg, hogy mi történik vele, hogyha felmelegíted. Gyere! Nem fog kidurranni egyébként. Hát nyilván ez ilyenkor hideg, de hogyha megmelegítjük, akkor nagyon gyorsan visszanyeri az eredeti méretét és az eredeti alakját.
Tehát itt ugye az a lényeg, hogy nagyon alacsony hőmérsékletre kellett lehűteni, ugye ezt tapasztalhatjuk a másik irányba, és hogyha valamit melegítünk, akkor kitágulnak, hát ugye ez viszonylag ritka, hogy mínusz 200 Celsius fokra hűtsünk le valamit. Hát ehhez akkor megnézzük, hogy mi történik ezzel a kis rugalmas lufival, hogyha beledobjuk ebbe a folyékony nitrogénbe. Lehetően egy kanál, de az az érdekes, hogy ez így egy eltörik. Tehát gyakorlatilag itt egy műanyag kanál, de hogyha ez újra idézőjelbe tényleg kiolvad, mert hát nyilván nem történt vele semmiféle halmazállapotváltás, akkor ugyanolyan rugalmas lesz, mint volt. Hát egyesek szerint a békák ezt elviselik, már nem az összetörést, hanem a hűtést. Megfogynak, és akkor amikor kiolvadnak, akkor ők a kis sanyarú életüket folytatják tovább a földi léten. Viszont egy kis nitrogént nyáron, mert úgy gondolod, hogy ez neked teljesen jó. Csak akkor, hogyha gyomrod lezáródik, mert itt egy kis nitrogént. Tehát mondtam, hogy nagyon szól. Ez most egy nitrogén szökőkút lesz, ugyanis hogyha ebbe a folyékony nitrogénbe beleteszünk egy ilyen szobahőmérsékletű rudat, akkor ennek a felületén elkezd gyorsan párolódni a nitrogén, és akkor tulajdonképpen ahogy elkezd forni ez a folyadék, akkor egy helyen, ezen a csövön fog tudni kijönni. Hogyha úgy irányítod a dolgot, hogy csak egy ilyen palackba teszünk egy kis nitrogént, és egy dugóval zárjuk le, akkor kellően nagy nyomás esetén ezt ki lehet lőni, gyakorlatilag egy rakétát lehet csinálni, mert ez a rakéta elvény működik, hogy az egyik oldalán áramlik ki a gáz, a másik irányba pedig mozog a rakéta. A legjobb mókának az áramos kísérletek bizonyultak. Jó, nem kell félni itt ilyen néhány... Nem kell félni! Ér is hozzá nyugodtan, Peti, teljesen. És akkor ilyenkor semmi, tehát... Egy cikra ilyenkor még van. Úristen! Ez az fog történni, hogyha ezt ráteszem, és ezt bekapcsolom, akkor ez így leesik. Jó, ez egyszerűen ilyenkor nem akar rajta maradni. Ennek az az oka, itt ugye létrejön a feszültség, és hát ugyanúgy, ahogy az előbb az zárt rendszerben, ebben a tekercsben ugye áramlik, hogy ebben is áramjön létre. De ez nagyon kicsi feszültség, ezzel nem kell foglalkozni, és mi ez le akar repülni, nekem most hazudnak az, hogy ez fog meg. Tehát itt bekapcsolom, és akkor rezegni fog, tehát te tartsad. De bármi kellett, mondom, kértem tartani, hát kicsusszat akkor még egyszer. És akkor figyelj, bármi kellett. Tényleg? Igen. Egy babak, kellemetlen célzel, akkor engedd el. Hát ugye itt van az, hogy az áramnak van a hőhatása is, tehát ahol gyakorlatilag a töltések mozognak, ott meleg is lesz. Hát gyakorlatilag az indukciós tűzhelyezőn az ellen működik, illetve a kohászatban használják ezt. Tehát hogyha itt valaki bírná és megtartanánk, akkor ezt ízásig lehet nehezíteni. Mint már mondtam, egy múzeum komoly hely, ahol csak olyan komoly emberek járnak, mint Danika és én. Számunkra hatalmas élmény volt ez a múzeum, ugyanis mindent meg lehetett tapizni, fogdosni, és még érdekes kísérletek is voltak. Hogyha nektek is tetszett, akkor gyertek el a Paksi Atomenergetikai Múzeumba. Hát emberek, én teljesen meglepődtem. Ahhoz képest, hogy egy múzeum volt, remekül éreztük magunkat Danival, interaktív volt, kalandos volt, és a kísérleteket külön kiemelném, ugyanis nagyon mókásak voltak. Lesz meg a leírásban Danikának a szemszögéből is az eseményeket, érdemes őt is lecsekkolni.